Na, hello! Sziasztok! Így néz ki egy koszos Berlingó. De egy tök jó környezetben van. Itt egy napelempart, oszlop és egy Berlingó. Na hát, amúgy tök jó az út. Itt vagyunk Göd mellett. Itt dolgoztam, és hát gondoltam, megmutó után kicsit akkor videózunk egyet, meg elmegyünk egyet vezetni. Hát igen, kicsit saras lett. Na, hogy néz ki egy koszos elektromos autó? Igen, ez picit koszos. Picit lenni koszos. És tudom, amikor az elektromos autóról megmondtad a Teslára gondolsz, és hát igen. Egy elektromos autó ilyen is tud lenni egyébként, de belül nagyjából fogjuk rá, tisztaság van. Azért, na. Belül azért tisztaság van. Jó, hát itt vannak csövek, táska, telefon, meg mit tudom én, de azért nincs olyan nagy por, vagy valami a formány az ilyen. Ilyen, ez 68 ezer, mindjárt 70 ezer kilométer, most megy a klíma, 77 kilométerünk van, mert egyébként kint állt egész a napon, de hát köszönjük szépen, jól van, na hát akkor menjünk vezetni. Folytatjuk is az utazást, a kis előzetes után meglátjuk amúgy a hang, hogy milyen. Napelempark, elektromos Berlingó. Hát, menjünk. Amúgy itt látható, az akkor olyan 3/4-en állunk, és most ilyen, hát figyelj, ilyen kicsit világosabb zöldbe vagyunk, ugye hát megy a klíma 4-es fokozaton, és amúgy hiába első kerekes a Berlingó, azért ilyen talajra simán le lehet hozni. Ezt hamarabb lehozom ide, mint a Superbet, mert ennek nagyon jó a hasmagassága, és szépen le van burkolva az alja. És nincsenek rajta kiálló dolgok, mint a Superben, meg nincsen tele az orraérzékelővel. Úgyhogy most felvették, hogy én csináltam róla a fotót. Gondoltam, a videót ilyen kis színesre teszem, mert ugye itt dolgoztam Gödön, és pont megláttam ezt a napelemparkot. Tudom, hogy vannak ilyen napelemparkok, de még olyan lehetőségem nem volt, hogy közvetlenül egy napelempark mellett tudjak fotót csinálni, vagy onnan tudjam a videózást elindítani, és akkor gondoltam, ez olyan kis hangulatos, meg mit tudom én. Szép kis környékhez. Ugye megyünk vissza Pestre, a bázisra. Kell töltenünk, mert azért holnap ugyanúgy hosszú utam lesz, meg még ki kell pakolni, be kell pakolni. Az előzetesen látható, hogy van most bepakolva a Berlingó, itt vannak a csövek. Mert mostanában az elmúlt pár múlt hét óta, hát ilyen figyeljen, csövezgetések vannak, meg dobozolások, hát ugyan a villanyszerelő az ember. És most a nagyfőnök ezt adta ki feladatnak, amúgy tökre szeretem, most figyelj, kivésegetem a dolgokat, meg mit tudom én. Ez a munka van, én tökre szeretem. Figyelj már a vákódat, tesom, neked van elsőbséged. Ugye direkt erre elfordultam. Amúgy jó idő van, nem 30 fok van, mert ugye kim volt a napon. Szerintem 25-26 fok biztos, hogy van. Nagyon jó idő volt. Ott is oda szuper. Ez vagy most úgy veszem észre szuperbeket, mint az állat. Ugye az csak otthon is az van. Kicsit durvábban fékezünk. Hátul a motyó ugye berendezkedődött. Amúgy valaki kérdezi, mi van ilyenkor hátul a ugye, ilyen dobozolós korszak, meg vésős korszak van. Van bent két hosszabbítós hálózat is vésőgép, van egy akus vésőgép, egy akus flex, egy akus behajtó, egy akus lámpa, amiért nagyon sokáig sírtam a főnökségnek, hogy nagyon szeretnék egy olyan lámpát. Felgyorsítunk. 90-re. Ugye van nekünk kartámaszunk. Ugye itt van a Gödi Samsung. Ugye 77-tel indultunk, 72. Most ugye a klíma azért ad neki, hogyha a videóban lehet hallani egy ilyen kis zúgást, bocsi, az azért van, mert megy a klíma, és Attika majd meg döglik itt bent a kabinba, mert hát én hülye nappal szembe kell állni, hát tudod, problémák azért az vannak. Ugye ez a kétszemélyes, nem a háromszemélyes, ugye a háromszemélyes itt ilyenkor kiírná a beállított sebességet ugye a sebességhatárolóval, ez ugye ez nincs benne, ugye az a kétszemélyes. És nagyon szokatlan, úgyhogy érted, nekem kell ízni baszakodni a ízi gázzal. Jó, hát a Superbu, tehát már az Octavianba tempómat volt, a Superbu ugye radaros. És ugye most a kettesen megyünk befele, vagy hogy? És akkor valaki kérdezte, hogy feltartod a forgalmat, meg hogy ez csak 68, tudom, nem nézve, aki figyelj, 90-nel tud menni, 115 a végsebessége. Feltartom a forgalmat, 90-nel megyek, kikerül, azt csókolom. Hát most
ezzel izé túllihegni. A Berlingo köszöni szépen, mindjárt 70 ezer kilométer lesz benne. Két és fél éve ugyan a cégnél van, két és fél éve használom. Aktíven nagyjából egy 2 éve. Fogalmam sincs, mennyi kilométert tettünk meg együtt, az biztos, hogy sokat. Én nagyon szeretem, ugye mondják ezt, hogy az elektromos hajtás, meg tadalán, meg így, meg amit figyelj, én tökre szeretem, miért ezem el vagyok vele. Figyelj, most is azért megyünk 90-nel, és nagyjából csend van. És ezt úgy mondom, hogy egy dobozos munkásautóban ülünk, ahol nincsen szigetelés, nincs a motorháztetőbe szigetelés, C-s gumik vannak rajta, 4 évszakos C-s gumik vannak rajta, nem eco gumi, meg nem csendes gumi, meg nem mit tudom én, itt az ilyen a... kapja az ívet a fiú, ami tök jó a táj, tökre tetszik. Szeretem az ilyen helyeket, amikor ilyen helyeken kell dolgozni, hogy az dofele úton is tök izgalom van, mert nem tudom, ez valahogy jobban bejön, mint amikor a... Hopp, ott az elektromos mercik. Szerintem az valami konvoj, vagy karaván, vagy mit tudom én. Ezeket tökre szeretem, mert figyelj, van látnivaló, hogy valami. Már nézd, csak elektromosok találkozása. Ott van, jó, hát úgyis kitépkoshatnám a szívét 115-re, szó nélkül. Azért na. Ugye 110. És nem tudok többen menni, ilyen borogom neki. Nem megy többet, 115 a max. Na, hogy értek, baszod. EQB, meg EQA. EQE. Ez is EQE? Vagy EQS? EQE. Hát ez nem gyengék. Na most figyelj, most ebből én hova teszem a létrát? Jó, nem is arról szól az a Verda. Figyelnek, 115 a vége. És ugye EQE, AMG, az ilyen a EQS. Nem tudom. Ennyi pénzem lenne, biztos nem miatt vennék, inkább egy Porsche Taycant vennék. Az annyira nem jön be. Vagy ennyi pénzem lenne, vennék egy S-mercet és csókolom, és le van tudva az autózás egy ideig. Látom, a 110-es táblát szeretik. Hát, valami szuper. Már elkezdett a forgalom besűrösödni. A kurva szádat. Nem tudom, nem szeretem ezeket a köveket. Egyszer kaptam a Superből egy követ. Életemben először 5 év, vagy majdnem 6 év vezetés után. Hát 6 év vezetés után kaptam életemben először követ, és még be is repett ilyen ekkora nagyba. Jaj, de szép az X60-as Volvo. Pedig nem vagyok egy SUV párti, meg gyűlölöm a SUV-okat, de ez nagyon tetszik ez a Volvo. Ez nem bunkó, ez egy kis családias. Nem tudom, lehet női óta, vagy én nem tudom, nekem tökre bejön. Tehát itt 105 poroszkálunk, 63 km. De amúgy figyelj, nem nagyon nézem, ugye a telephelyre megyek, úgyis felteszem tölteni, annyira nem nagyon érdekel. Néha van az, amikor nálam is elpattan a cél, és az M0-áson 110-zel végig küldöm mindenhol. Ami M0-áson ugye 110-zel megengedett, vagy 100 valamennyi. Ennek meg ugye annyi a ható, a maximális ugye a végsebessége. Ugye az a baj ennél, hogy 120-130, azt szerintem már annyira sokat enne. Ugye azt már az akcióban már túl sokat vennek, és azt már ugye nem szeretné, ezzel vannak az elektromosok úgy lekorlátozva. És figyelj, legalább van izgalom, érted? Hiába autópályaszak, az de van izgalom, amikor már nem tudom, a hanyadjára megyek át, volt olyan hét, hogy minden héten Budára kellett átmenni, tudod, hogy magut álltam az életemet? Árpád híd, Hungária, Nagyon. Nagyon meg tudtam utálni. Hát, tehát szépen itt poroszkálunk, ráérünk, amúgy is 5:30 van, 4 óra, nem tudom én mikor végeztünk, már a holnap folytatjuk. Majd nekünk át kell menni a belső sávba. Felveszik a tempót, érted, hogy mindjárt 110-zel robogunk.
mondom, megláttam reggel, egész nap azon gondolkoztam, hogy de jó lenne ott, érted, egy ilyen kis fotócskát, vagy videót, vagy valamit lőni. Nehogy beengedjétek, szerencsétlent. Neked menni kell azzal a ízé a kis fosmini suktójatáddal. Amúgy most nem lépek rá a fékre, most magától végezgetek. Mi az anyátokat csináltok ott elő? Úgyhogy jó idő van. Ah, nem tudom, most nagyon szívesen, nem tudom, most van egy olyan feelingem, hazamennék, bemegyek telephelyre, céghez, ledobom a kocsit, átönnék a szuperbe szúzni ki a Mátrába, nem tudom, olyan, tényleg nagyon kellemes idő van, nagyon szép, jó idő van. Úgy nem tudom, most ez lenne valamiért kedvem, nem tudom, pedig még csak csütörtök van, messze van a hétvége. Az is, te is gyere a holterembe, na jó Isten áldjon meg. Nem tudom, egyedül egy dolgot nem szeretek a Berlingóban, mi mindig ezt a tükröt, és akkor azt bírom, amikor a motoros vagy a biciklis a holtérbe tud jönni, és baszki, és nem tudok vele mit kezdeni. Hoppá, valamiknek hiányzok. Hátul megyünk amúgy. Úgyhogy... Hát már ugye három helyen is be lehetne menni a telephelyhez, hogy a izé fele megyek, a 16. kerület fele, vagy bemegyek az M3-as bevezetőn, de itt hátul szokom a régi Fóti úton. Maradt is egyébként videózás szempontjából, az látványos, mint az M3-as bevezető. Szerintem nagyon sokan ismerik, egy unalmas, mert egy fos hely. Hát most az baj, mindig a dugók jutnak róla az eszembe. Nem a nagy kedvencem. Gyere a kis Szélcsöntúrdal. Jó nagy forgalom van. És ugye én pont úgy megyek kifele, hogy ugye én a 15-ből ugye megyek ki. Mentem ugye Makki Gödre, és ugye én pont elkerültem a dugót. De amikor megyek át Budára, nem élvezem annyira. Gyere, csak azért mert hibridel, vagy azért engedlek be. Azért, nagyon szívesen. Klíma amúgy nagyon jó benne, tökre szeretem. Hát a klímája az ég és föld, mint a izéje a fűtés. Ugye a fűtés ez a zelenállásos fos fűtés van benne, ami zabálja a villanyt és semmit nem ér. A klímája viszont kurva jó. Pikpak bekapcsol, ugye, hogy lehűti az utasteret, nagyon szeretem. És állnak, figyelj, szerintem csendes is, és jól hűt. Általában 4-esen szoktam használni, amikor például olyan van, hogy például péntekenként ugye ott hagyom. Valamikor van olyan, hogy nem viszem haza a Berlingot, hanem hétvégén betudjam a telephelyen. Pénteken, klíma, 8-ason, csutkára rá, adjad neki. És M0-ásra meg nagyon sok helyen mégig, 90-100-110, adjad neki. Úgy vagyok, hogy leszarom, úgyis felteszem tölteni. De a múltkor, amúgy az a videó majd fent lesz, hogy nem tudom mikor lesz fent, ezt így előre nem látom, hogy mi, hogy van beütöm. Ez arra egy videó, hogy a... nem tudom, hol az anyámba jártam, kint a Púsbitos picsába, M0-áson kellett menni, össze-vissza. Szigetelőanyagért, vagy miért mentem? Valami ilyesmiért mentem, emlékeim szerint. És akkor tök jól teljesített a Berlingo, még én is meglepődtem. Szerintem két személyes, ezzel voltam, vagy a másikkal? Én már nem tudom, valamelyikkel voltam. És tényleg itt lazább így el tudod vezetni egy kézzel, a másik kezedet pihenteted. Nem tudom, nem szoktam, az, én D-be hagyom, én fékkel megfogom a piros lámpánál, mit tudom, valaki erről is már tartott okoskodást, hogy ez nem szabad, meg úszik a kocsi, meg mit tudom én. Jaj, de szép az óvó, nézd meg ennek a hátsó lámpáját, ennek hogy lehet valami ilyen szép a feneke, nézd meg, gyönyörű. 65 km, úgyhogy azért lassúgattunk, na ennyit a tippelőóráról. Vagy most kikapcsolnám a klímát, akkor meg ilyen 75-78 környékét mutatna, úgyhogy ez ilyen csalóka. És ugye elkezdett ugye lemenni a klíma, ugye elkezdte jobban magát lehűtögetni, és akkor ugye magát a klíma teljesítményt is ugye ő visszafogja. Tök okos egyébként. A klímája, és pedig csak egy munkás autóról beszélünk, ami már lassan 10 éves, egyébként ebben az évben 8 éves. Szegény, úgyhogy kezd már öregecske lenni. Hát az elektromos autó között mindenféleképpen öreg. Ja, a legjobban ezt szeretem este. Mindenhogy ki lehet kapcsolni, kurva jó. Tehát ez a varjon, ez a
citromsárga világítás, ami egyébként azt dobja fel, ugye, hogy ez fehér. Ugye ez nagyon tetszik, hogy ez fehér, mert ez a minden citromsárga, na-na, vagy narancssárga, na nem, egy idő után van ez, hogy megunja az ember. A dolgokat. Úgyhogy ja, most be vagyunk pakolva. Holnap is, lehet, hogy Gödre megyek holnap is, úgyhogy holnap is lehet, hogy lesz egy ilyen kisebb vezetős videó, az már csak POV drive lesz. Ugye megpróbáljuk a sima vezetős videót, amikor ugye pofázik az Attika, meg megpróbáljuk azt a videót vonat is előadatni, amikor csak nem beszélünk, csak vezetünk, mert erre is egyébként van igény a videózás szempontjából, meg statisztikák szempontjából, ahogy látom. Úgyhogy, hát figyelj, megpróbálunk minden igényt kielégíteni, van kameránk, van iPhone, MacBook, minden hülyeség, hogy meg tudjuk vágni, technika megvan hozzá, akkor tudjuk csinálni. Amúgy régen ebben a mosóban jártam nagyon sokat, azóta lett egy új mosó a késmárkon, ahol olyan a magas nyomásnak a feje, tudod, van a hab is, nem csak így ráköpi, hanem rendesen magas nyomással nyomja rá a habot, és ez a kurva menő. Én még nem találkoztam ilyen mosóval, haverik azt mondták, hogy most ez milyen nagy szám, vagy valami, hát nekem tökre megy. Nem tudom, hogy szebben lemos-e úgy, hogy rányomja a habot magas nyomással, nem tudom, ugyanolyan szépnek látom bármelyik kocsit vittem eddig mosni, hopp, egy Porsche 911 Targa, jaj, de szép. Ciklisre figyelünk. Szépen robogunk. Amúgy itt van a pipacsmező, az Index is írt róla, hogy ilyen milyen szép pipacsmező van itt. Nekem is van róla fotóm. Voltam időben vasárnap vásárolni. És a legszebb, hogy valami 200 lakásos lakópark, vagy olyan tökömet fognak oda húzni. Nesze neked pipacsmező. És 65 km. 77-tel, vagy mennyivel indultunk, 13 km lement. Nem tudom, milyen hosszú volt az út. Az a baj, már nem nagyon figyelgetem ezt, hogy a mennyit fogyaszt, mennyit eszik, hatótápa kijön. Az a baj, már ezekkel nem nagyon foglalkozok, mert minek úgyis felteszem tölteni. Ha meg nagyon gázos a helyzet, megállok egy villámtölténél, felrakom egy fél órára, azt megyek tovább, azt kalapkabát. Hát most nem kell ezt túlzásba vinni. Az a mindenkinek az aggodalom, hogy Úristen, nem merül. Úristen, lemerül az elektromos autó, hol töltött fel, meg így, meg amúgy, figyelj, többet tervezel, megnézz az applikációt, ilyeneket, és akkor lehet itt szépen haladni, működnek ezek a töltők, amióta a fizetősök szerintem jobb lett a szolgáltatás, kevesebb probléma van. Már azokon a töltőkön, amiket én szoktam igénybe venni, meg használni, és félrejelentés ne essék, nem az ingyenes lidőlös villámtöltőn szoktam tölteni. Mert egy, oda soha nem jutok el, az baj, amikor lidőbe járok, például nálunk a késmárkán átadtak egy új lidőt, és van villámtöltő, és ott az a legszebb, hogy egyszer akartam menni tölteni. Hát mondom, kíváncsi vagyok, mondom, milyen a töltő, meg így, meg amúgy, oh, engedd el, hát úgy tele van a töltő, mint a húzat. De a Outlander hibridtől kezdve, mennyi a testvérem? Te is francia croissant-nál vagy, mennyi? Ja? Te erre jössz? Jó van. Még át akarok érni azon a zöldön. Úgyhogy ide állunk. Figyelj, én azt mondom, hogy ennek a kis vezetős videónak így a belén lesz, nem jól sikerült, közöbben azt elmegy, a vége az meg a szokásos. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, nézd meg a többi tartalmat, a többi vezetős videót, a többi streamet, vodót, tech tartalmat, bármit, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!